Sziasztok, élőben az országútról, spontán élő, és biztonsággal vezetek, nem a videót nézem, előre nézek, és beszélek, ami nekem nagyon jól megy, nekem ez a munkám, úgyhogy a kritikusokat kérném, maradjanak távol. Szóval, anyaképző, ezt a címet adtam most ennek az élőnek, és hálás vagyok a kommentekért, hálás vagyok a korábbi pár órával ezelőtti, vagy pár 10-20 perccel ezelőtti kommentelőknek, mert hogy reggel hajnali 4 óra 58 perc van, éppen én munkába igyekszem. Hajnal 2:30 óta amúgy már fenn vagyok, mert a kisfiam, aki 3 éves, ugye ő fölébredt. Aztán én már nem tudtam visszaaludni, nekem 4 órakor csörgött volna az óra, de hát azért úgy 3 óra 30-ig próbáltam ott maradni, hogy mert aludni kell, ugye, pihenni kell. Na de felkeltem, és hajnalban óriási energiák vannak, mindig ezt mindannyian tudjuk, úgyhogy elindult egyfajta önmunka, aztán egy kis Facebook munka, és hála a férfi energiáknak, amik megérkeztek egy komment kapcsán, nézzétek meg az előző posztomat, ahol ugye Csaba a véleményét alkotta, nem nálam, máshol, de én ezzel indítottam el egy folyamatot, és nagyon köszönöm, hogy jöttek kommentek. Na de ami a lényeg, hogy bennem elindított egy óriási pozitív energiát, egy óriási új ötletet, intuitíve megérkezett, ugye ez az anyaképző szó, összetétel, és hát 4 gyerekes anyukaként ezt azért úgy elég erősen beszívtam itt hajnalban, úgyhogy a Jóisten dolgozik, küldi az energiákat, és nagyon köszönöm a Attilának a kommentet, bocsánat, Ádámnak a kommentet, mert nagyon ritka, hogy nálam férfiak kommentelnek, nagyon-nagyon ritka, én ennek nagyon sokféle okát már felfedeztem, feltártam, de most nem ez a videó témája, szóval örülök a férfi kommentelőknek, és akár így kommentelnek, akár úgy, dolgunk van, és ugye az, hogy dolgunk van nőként és anyaként, ez az anyaképző, ez azért indult el bennem, ugye már az én weboldalam jó sok éve megvan, az anyaság, az anyaidentitás körülöttem nagyon erősen ott van. Sokan, akikkel kapcsolódtunk coachingban, vagy akár privátban is, ezt az energiát érzékelik belőlem, és ez így van rendjén, mert nőként, anyaként ez egyértelmű, hogy előtérbe kerül. És hogy egy újabb lépcsőfoka érkezik az életemnek ugye ebbe az elmúlt egy évben, ez is tisztán látszik, elég őszinte és megnyíló videóim is voltak, és hogy wow, tehát az, hogy elég, ugye ez már piros lámpa villog, tehát kinek nem ingyen, nem veszi magára, de az anya lét és az anya munka és az anyák megbecsülésének a melyik polcra helyezed egyrészt önmagad és a másokkal tesznek, ennek nagyon is itt van az ideje. Korábbi posztokban is ugye kiderült, milyen érdekes a térben egy picit ez meg lett bolygatva, és én örülök ennek, és én készen állok ebben akárkivel úgymond kommunikálni, nevezzük így, mert vitázni nem szeretnék, én tudom, amit tudok, és a tapasztalat beszél belőlem, mert hogy 4 gyerekkel való tapasztalatot 4 gyerek megszülésével és megélésével tudsz megszerezni. Nem egyel, nem kettővel, nem nullával, 4-gyel. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon egyszerű szabály, és nem azért, mert ez jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen tapasztalat. Ez például olyan, hogyha 20 éve dolgozol egy munkahelyen, akkor neked 20 év tapasztalatod van benne, míg más 2 éve, 2 év a tapasztalata. Egyszerű matek. És sokszor kérdeztek, főleg privátban is kérdeztek, és tudom, hogy rengeteg anya szenved, és rengeteg olyan coach, segítő, mentor van, aki az anyaság témaköré épült fel, no de hát azért itt többsebből vérzik a történet, én mindig ezt érzem, úgyhogy tényleg első körben az nagyon fontos, hogy te magad hova teszed önmagadat ezen a polcon, és azt én jó sok éve megtanultam, hogy ezt igenis hogy értékeljem önmagamban először, ebből mi sugározzon ki belőlem, és aztán az határaimat megszabni abban, hogy elég. Na most, amíg az anyaság, mint munka, nevezzük munkának, jó kommentelők is munkának nevezik, azt gondolom én is egy munka. A reptéren szoktam mondani, mikor beszélgetünk, ugye én úgy kerültem a reptérre, hogy direkt nem mondtam el, hogy anya vagyok, és 4 gyermekem van. Ez sok szempontból volt fontos nekem.
Nyilvánvaló, hogy hátrányban vannak az anyák még mindig a munkaerőpiacon, de erről megint nem akarok elindítani egy fonalat. De nagyon korrektül zajlott minden, és azért nem, mert nem akartam, hogy ez alapján ítéljenek meg, hanem egyszerűen a puszta lényem alapján én vagyok egy nő, egy ember, aki erre a munkára jelentkezik. És aztán nyilván később derült ki, és több van olyan kollégám, akinek van másik munkája, két munkát visz, párhuzamosan főállása itt, főállása ott, félállása itt, félállása ott, és akkor én megfogalmaztam, ugye angolul kommunikálok itt, hogy hát az én full-time jobom az a család, és ezt mindig is így gondoltam. Igen ám, csak amikor kimondod, hogy full, akkor az azt jelenti, hogy tele van, nincs több hely másnak, ugye? De valójában van, dolgozik itt úgy kollega, aki teljes állásban van egy cégnél, és mellette félállásban itt. Nincs gyermeke, nincs családja, így tudja összeegyeztetni. Tehát szimbolikáját tekintve ez az én teljes állásom, és ennek a hova tétele, ugye, hogy hova teszem a polcra, hát ez egy 24 órás munka, amiért senki nem fizet fizetést, ami nem tudsz belőle a boltban vásárolni semmit, nem tudod a gyereknek befizetni a sportedzését, stb. És nem csak az anyagi oldalát nézed, hanem az időben, energiában, mint ahogy most is 2 óra 20x perckor a kicsivel voltam. Tehát oda akarok kiukadni, könyörgöm, jó, hogy akik most néztek, vagy majd fogjátok nézni, és anyák vagytok, és ha nektek is volt anyátok, úgyhogy itt körbeértünk, nekem van egy olyan videósorozatom, hogy anya is megújul, nagyon régóta csináltam, aztán újra megújítottam, tegye fel majd a kezét, aki ezt látta, 5 mini videó ingyenesen elérhető, aki feliratkozik hozzám, és valójában ott is mindig elmondom, hogy valójában az anyaság témaköre, sőt a Vision Board kurzusomban mindenkit érint. Ha te férfi vagy, akkor is érint, mert van anyád. Hogyha nem vagy anyuka, akkor azért érint, mert neked is van anyukád. Úgyhogy bullshit, jó, aki elkezdi, hogy merít meg úgy, meg amúgy, nincsen senkiben semmilyen különbség. Ez az energia egy óriási energia, amit vitathatatlan, hogy nem a megfelelő polcra teszel, lehet te magad sem, tehát hangsúlyozom, a saját felelősségedet neved ki, de hogy mások sem, az 100%. És hogy más az anyák dolga, meg ez a dolga, meg az a dolga, na hát ebből ugye én nekem már itt nem ez az első videó, nagyon sokszor videóztam erről, úgyhogy nem kezdő vagyok a témában, hangsúlyozom. És aki pedig nem édesanyja, de nagyon vágyik arra, hogy édesanyja legyen, az ő energiájukban is ott létezik mindez. És sajnos a nők között indult el ebben egy hatalmas harc. Nem harc, ez nem harc. És az is jó lenne, ha befejeződne, de ez egy megint egy másik ág. Voltam én nem anya is, tehát tudok én tapasztalásból beszélni, amikor nem voltam anya, meg tudok úgy is, amikor voltam, és ezért érdekes ez a témakör, és tudok olyat, aki tudatosan nem vált anyává, erről riport is van, YouTube csatornám fent van, akit érdekel, évekkel ezelőtt csodacsepp beszélgetés. Szóval van mit az asztalra teríteni a témába, ezért az anyaképző, mint szószetétel, mivel most megérkezett hozzám, úgy éreztem, hogy na, ez nem véletlen, ezt most följegyzetelem magamnak, mert azt mondod, hogy nem, ez nem lehet, ez ösztönösen jön, nem, ez is egy óriási bullshit. Pontosan tudom, hogyha én az önmunkámat esetleg hamarabb elkezdem, és akkor itt most nem kell az a spirituma, hogy majd minden akkor jön, amikor. Nem, hogyha én bennem van egy szándék, inkább innen induljunk ki arra, hogy hogyan készülök valamire, akkor a szándék energiával ezt be lehet vonzani. És ugye sokan ezzel is ellentétben vannak, hát az én életem az ezt bizonyítja különben, nagyon sok területen, és állíthatom ezt úgy, hogy reálisan látom önmagamat, nem pedig álomvilágban, vagy éppen egy ilyen rózsaszín ködben. Ahogy az anyák, ugye nagyon sokan erről beszélnek, a rózsaszín köd, le van festve a gyermek szület, nem igaz, és hogy sokan megmondják, és el is mondják, hallod videókon, hogy milyen jó lett volna, ha ezt már valaki előre elmondja. Hát itt az idő, és ebben én szeretnék egy ilyen platformot indítani, hogy csinálok egy olyat, hogy ezt beszéljünk meg előre, hogy mondjuk te hogy tudnál erre felkészülni önmunkában, hangsúlyozom. Nem azt kell elmondani, hogy kell szoktatni, nem ezt kell elmondani,
mondjuk ezt sem mondják el, és én emlékszem, hogy egy témába öt ember muszfélét mondott, úgyhogy valójában nem jutottam előbbre, és csak kiidegeled magad. És ugye emlékeztek arra is, amikor volt olyan videóm, hogy számoljuk csak ki, és ezt már sokan megtették, hogy valójában ez a munka, ha ez láthatatlan munkának ugye nevezzük, ha ezt kiszámolnád, az mennyibe kerülne? Neked mennyi a fizetésed? Én szoktam mondani, hogy már, én már milliómos vagyok valójában, ha ezt tényleg órában, díjban, juttatásban, most sorolhatom én azt nektek, hogy hogyan díjaznák. Úgyhogy minden anyának üzenem, hogy ez ő már milliómos. És valójában önmagadat kell följebb tenni ezen a polcon, és nem megalkudni, nem szégyenkezni, nem ledegradálni, nem kötelességnek érezni, sorolhatom, és be is fogom ide újra tenni, amit nemrég kaptam, köszönöm szépen, egy posztot ugye a háztartástan képzőről. Hát igen, kérem, van dolgunk. Úgyhogy az előző posztnál is azt írtam, hogy van dolgunk. Kérdezem, kiben van annyi energia, hogy érzi, hogy van dolga. Aztán lehet kommentálni, hogy ez a nő csak itt unatkozik és csak videózik. Te véleményed, semmi gond. Hangsúlyozom, ez nem nekem érkezett, de valahol a köz, kollektívben lehet érezni. Te érzed egyáltalán a kollektíven. Te rájöttél-e már, hogy kollektív szinten mi a szarra kapcsolódtál rá, amiről már rég le kéne. Ezen gondolkodtál-e már, hogy te akár anyaságod, akár más témában, mi az, amit már nagyon beszívtál? Én nekem az elmúlt évben ebből nem egy 100 000 felismerés érkezett, és jutottam sokkal-sokkal emelkedettebb állapotba, úgy, hogy közben életem legnagyobb tragédiája történt. És még nincs vége, de történik. És találgatnak emberek, ó, vajon mi lett velem? Nem, az lett, hogy mindenértünk történik, csak megmutatkoznak az igazságok, megmutatkoznak a valódi értékek. És ez az anyaság, a női téma, és ezen belül a te magad, a te önvalód, ugye az Own Yourself ide kapcsolódik tekintetében, ez óriási nagy emelkedés. És igen, ehhez vissza kell menned a múltadba, aztán kidisztítani, erre van 100 000 millió technika, és csodálatos, ugyanakkor, amíg ugyanazt hajtogatod önmagadnak gondolati szinten is, addig semmi nem fog változni. És ezért vagyok hálás, akár valaki fikázós kommentet küld, akár nem, de mondom, hangsúlyozom, nálam nem volt jelen eddig. És azért, tudod miért nem? Azért nem tőlem félnek a férfiak, ezt is tudom. És ez megint nem rólam szól. Az az energia, ami bennem van, ha ő benne, bármely férfi, és most nem úgy értem, hogy mint párkapcsolati közelítés, bármilyen tekintetű közelítés érkezik, akkor így először arcul csapja, tudattalanul hangsúlyozom, jó? Tehát én nem bántottam soha senkit, tudattalanul. És ezt én érzem egész életemben. Egész életemben. Tehát én nem azért mondom ezt, mert coach lettem, meg én valaki vagyok, nem vagyok én igazából ilyen tekintetben semmiben sem. Tehát egy szinten vagyunk mindenkivel. Ezt kell már végre megértenie mindenkinek. És az, amikor te bántasz, az, amikor te szurkálsz, az nyilvánvalóan te sérelmeid. Igen, csak utána mi történik? Tehát mindenki kommenteli, hogy jó, hát ez róla szól. Oké, és utána mi történik? Utána kiteszi fel a táblát, hogy elég. Vagy kimondja azt, hogy itt a határom. És most akkor menjünk bele mélyebb olyan párkapcsolati zűrökbe, ahol a nő a férfinek felteszi a táblát, hogy most már elég. Ezt már többet így nem, vagy eddig így volt, de máshogy lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon mély ez a kút, amiben belenézünk, ha akarsz belenézni, és hidd el, hogy megéri. Na, tehát anyaképző. Egyszerűen én most föltettem ezt a polcra, ezt a szóösszetételt, lássuk, mi fog történni, kiadtam az univerzumnak, a Jóistennek, te hívhatod akárhogyan is, ez általában az én életemben így működik, és mert nem én akarok okoskodni és megmondani, hogy mi hogy legyen, van egy felsőbb energia, ami vezet, ugyanakkor azt ne felejtsd el, hogy döntést kell bele tenni. Hát ha nincs döntésed, akkor baszhatod, szó szerint, bocsánat, hogy ezt kell, hogy mondjam, és lehet tipegni, topogni egy helyben. Jó? És aki tipeg, topog egy helyben, az is rendben van, mert nekem is volt, mikor tipegtem, topogtam egy helyben, de hát onnan aztán elmozdulok.
vagy elmozdítanak, ugye? Választhatsz, hogy elmozdítanak, és akkor történik valami, ami nagyon nem fog tetszeni és fájni fog, vagy kicsit elébe mész. És ezért mondom, hogy ez így tud releváns lenni, és igaz lenni, hogy hát valójában hogy is készül, hogy készül fel az a 18 éves, ugye majd nekem most jön az igazi időszak, amikor majd az én lányaim érnek abba a szakaszba, hogy ők anyává válnak. Majd ott fognak történni nagy dolgok. És igazából, amikor majd megérkeznek azok az első jelzések, amit én átadtam minta tudattalanul is, hangsúlyozom, ő átírja majd, az a dolga, írja át, de az, hogy ebben ennyire bántóak, vagy ennyire ítélkezőek tudnak lenni emberek, nők, férfiak egyaránt, és igen, férfiak, drága férfiak, nyugodtan lehet kommentelni, nyugodtan lehet odaírni azt is, hogy mi a te tapasztalásod. Ugye Ádám írta nekem, hogy ő két gyermekes apuka, és 22 éve boldog házasságban. Hát akkor egy kicsit segítsük már azokat az apákat, férfiakat, akik viszont nem. Vagy éppen megosztani azt a tapasztalat, ugye ezért készítettem évek alatt nagyon sok beszélgetést, és majd tervezem is, de most nem ennek van itt az ideje. Most megyek a reptérre, 5 óra 14 perc, 6-kor kezdek, és 6 órán keresztül a nemzetközi részen fogok becsekkolni kedves embereket, mert kedvesek, zárójel bezárva. Tehát lehet a férfiaknak megszólalni, hol vagytok, hogy megszólaljatok igazán. Nem csak viccelődni, nem csak ilyen felszínt kapargatni, hanem úgy valóban kitárulkozva. És látok, tisztelet a kivételnek, látok nagyon sok olyan férfit, aki erre megérkezett, de a többség nem, ez az igazság. És valójában szenvednek, ugye, milliók szenvednek ebben, hát akkor itt van, hogy a határainkat húzzuk, mondjuk azt, hogy elég, mondjuk azt, hogy így, önvizsgálat, először befele, először, megint elmondom, én is ezt teszem. És amikor ebbe úgy meg tudsz nyugodni, és egy pillanatra a békét is megérzed, és hogy ez rendben van így, és rendben van, hogy az az út, hogy közben felkavarodott az út, akkor valami egész érdekes fog történni. No, itt azt hiszem lezárom most ezt a gondolatmenetet, meg is érkeztem amúgy a reptérrel, köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. Várok mindenkit szeretettel, aki első, aki először érkezik hozzám, neki van ingyenes 15 perc, aki nem, ő tud vásárolni coaching órát, figyeljétek a kommenteket, figyeljétek a weboldalon nem sok nem változik, mert jelenleg a weboldaltról nem dolgozok, ugye, mivel full-time anyuka és még part-time job, adjuk össze az óra számokat, ezért az internetre annyi jut, amennyi, és ezt is ösztönösen, spontán teszem, ma hajnalban ez erre hívott engem. Úgyhogy köszönöm szépen, piros lámpa, úgyhogy pont el tudok köszönni. Sziasztok!